Sajnos az egy év alatti korosztályt képviselő csecsemőknél is gyakrabban előfordul az, hogy hirtelen légzés, illetve keringés leállást szenvednek el, de egy nagyon-nagyon nagy különbség, amellett, hogy méretekben nagy különbség van a felnőttekkel szemben, az, hogy csecsemőben a keringés leállások háttere, illetve priméren az előzménye a légzésükbe keresendő. Röviden úgy szoktuk ezt tanítani, hogy a csecsemők a légzésüktől halnak, míg a felnőttek hirtelen halál esetén a szívüktől. Tehát ebben az esetben majd az újraélesztésnek az egész cselekmény sora teljesen más lesz, mint a felnőtté. Ugyanúgy kezdődik viszont, amikor érkezik az első segélynyújtó a csecsemőhöz, hogy körülnéz, hogy biztonságban van-e, illetve biztonságban van-e a csecsemő. Erről meggyőződve odalép hozzá, és reakciót vizsgál, ami ebben az esetben egy teljesen más modul látható, hogy a talpöckölés és a fejnek, a fejbőrnek, esetleg a hajnak a megérintését jelenti, de hangosan ugyanúgy szólunk a csecsemőhöz, hiszen ő is hall hangokat. Na most a légzés vizsgálat, ami ezután következik, fej hátra szegezése nélkül úgynevezett középállásba tartás, tehát épp csak középállásba kell tartani a fejét ahhoz, hogy 10 másodpercig megnézzük, hogy a csecsemő lélegzik-e. És ebben az esetben 5 kezdeti befújást kell végeznünk. Itt sajnos a segélynyújtónk egyedül van, ezért segítséget nem tud hívni, tehát egyedül kezdi el az 5 kezdeti befolyást, tehát 5-ször fújunk a csecsemőnek, mind a szájába, mind az orrába, mert ez is egy különbség, hiszen a méretek miatt egyszerre vagyunk képesek a 2 légzőnyílásba fújni. Az 5 után mindannyian megnézzük, hogy hatásos volt-e, és 5 légzés lélegeztetés után újra kell vizsgálni magát a légzést, mert nagyon gyakori, hogy csecsemőben ez az 5 kezdeti úgynevezett iniciális befújás akár sikerre vezetett. Sajnos ebben az esetben nem vezetett sikerre, ezért itt is csecsemőben mellkas kompressziókat kell kezdeni, ami szintén ugyanottól a felnőttbe, tehát a mellbimbók vonalába a szedcsont középvonalának találkozási pontján mellkas kompressziókat jelent. Természetesen itt egy kétújas technika, tehát nem egy egész tenyérrel, nem egy egész kézzel, de 30 a 2 az arányban, hogy közelítsük egymáshoz a gyerek és a felnőtt újraélesztést, tehát 30 mellkas kompressziót egy ilyen 100-120-as tempóba, illetve 2 mellkas, illetve bocsánat, 2 befújást fogunk látni. És ezt 1 percig végezzük, és mivel egyedül van a segítségnyújtónk, ezért 1 perc után módja van arra, hogy segítséget hívjon a 104-en csecsemő újraélesztéshez. Ez azért változott, illetve azért más, mint a felnőtt, hiszen itt a légzésétől halt meg úgymond a gyerek, tehát nem állhat fönn egy olyan ritmuszavar, amit esetleg mielőbbi defibrillálással vissza lehetne hozni, ezért engedi meg 1 perc újraélesztés után a megszakítást, és utána egyetlen, tehát magányos segítségnyújtó esetén a mentő hívását, és utána 2 a 30 arányban folyamatos újraélesztést végez a ellátó. Ezt mindaddig kell végeznie, amíg akármilyen életjelet ad ez a csecsemő, legyen az nyelés, hangos köhögés, mozdulat és maga a légzésnek a visszatérte, tehát addig végeznie kell, illetve a mentők megérkezéséig. Ami nagyon fontos még, főleg most itt helyi sajátosságokat is figyelembe véve, hisz Pécsent vagyunk, hogy el kell mondani a telefonba azt, hogy ez egy csecsemő újraélesztés, tehát hogy hány év körüli ez a gyerek, hogy hány hónapos, hiszen most már mód van erre, hogy Pécsett gyerek mentőorvosi kocsi menjen a helyszínre, egyrészt szakszemélyzettel, másrészt pedig olyan felszereléssel, ami a csecsemők méretéhez igazított, tehát sokkal könnyebben tudnak ezekkel a felszerelésekkel dolgozni egy ilyen kisméretű csecsemőn, hiszen azért azt tudjuk, hogy a kisméret gyakran nehézségeket is jelenthet, és ezért van ez a kétújas mellkas kompressziós technika. A befújásoknál pedig arra figyelünk, hogy ne tüdőből fújjuk be a levegőt, hanem csak szinte a pofazacskónkból, és elégséges addig, amíg megemelkedik a mellkasa. Tehát pontosan elég annyi levegőt befújni, hogy egy picit megemelkedjen a mellkasa a csecsemőnek. És 30 a 2 arány pedig megmaradt, hiszen nem akarták elriasztani az ellátókat attól, hogy csecsemőket éleszenk újra, ezért ugyanaz az arány van, mint amit
felnőttbe kell nyomniuk és fújniuk. Ezért a laikus ellátók könnyebben meg tudják tanulni ennek az elsajátítását. Szerencsére azért a csecsemő újraesztések száma a felnőttéhez képest sokkal kisebb.